Február végén rendezték meg a nemzetközi turisztikai kiállítást, ahol minden jelentős magyar és külföldi régió képviseltette magát. Az idei nemzetközi utazás kiállítás külföldi díszvendége Olaszország volt. A csütörtöki szakmai napon Giorgio Palmucci, az ENIT, avagy az Olasz Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal elnöke köszöntötte a Hung Expo látogatóit. Előadásában kiemelte, külön megtiszteltetés, hogy a hivatal 100. évfordulóján lehettek díszvendégek az utazás kiállításon, és kiemelte, az országok közötti turisztikai forgalom mindkét irányban évről évre nő. Tavaly az előző évekhez képest 4%-kal több magyar látogatta meg Olaszországot, 6000-en választották úticélnak a csizmát. A Kínából érkezett koronavírus terjedése miatt Olaszország rendkívül szigorú, rendkívül kemény intézkedéseket fogalmazott azért, hogy minden Olaszországba látogatni kívánó turista teljesen nyugodtan vakációzhasson, pihenhessen a nyár folyamán Olaszországban. Az utazás kiállításon egyre jellemzőbb, hogy városok, régiók összefognak és együtt mutatkoznak be. Ennek jó példája volt ezúttal Harkány, Siklós és Villány. A mai világban egyre színesebb és tartalmasabb programokat kell nyújtani a vendégeknek, turistáknak, hozzánk érkezőknek. Önmagában már azt lehet mondani, hogy kevés egy fürdőt reklámozni vagy promotálni. Emellett kell egyéb más kísérő programokat is biztosítani, akár kulturális tekintetben, mint a Siklósi Vár, vagy akár a gasztronómia bor tekintetében, mint a villányi pincéknek a meglátogatása. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az összefogás és ez a kínálat, ez mindenképpen egy új dolog, egy pozitív megjelenést kínál a vendégeknek. Hiszen már a Fehérvár a 10 legsikeresebb belföldi úticél egyike. Róth Péter alpolgármester köszöntötte a Székesfehérvár standja előtt sorakozó vendégeket a város nevében. Székesfehérvár a 10 leglátogatottabb turisztikai célpont között szerepel. Az a nagyszerű helyzet állt most már elő, hogy az elmúlt évtized munkájának eredményeképpen top 10-be került a belföldi idegenforgalom tekintetében Fehérvár. Azt gondolom, hogy egy óriási előrelépés. Sokan gondolták úgy még egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy Fehérváron miért is érdemes megállni Budapest és Balaton között félúton. Azt gondolom, hogy bebizonyítottuk, hogy érdemes. Nagyon sok program van most már Fehérváron, megtelt élettel a város. Mindeközben olyan természetvédelmi beruházások is történtek, mint a sóstó megmentés, ami szintén bemutatkozik itt az utazás kiállításon. És arra is büszkék vagyunk, hogy nem csak egy, hanem két nemzeti emlékhelyel is rendelkezünk, hiszen a koronázó bazilika romkertje mellett Pákoszt határában található a katonai emlékpark, mi szintén vendégül látunk ezen a standon. Azt látjuk, hogy a vendégészakák száma folyamatosan nő, azt gondoljuk, hogy ezt vissza kell valamelyest a szakmának is adnunk, ezért is kicsit nagyobb az idei standunk a szokásosnál. Hiszem azt, hogyha befektetünk az idegenforgalomba, az vissza fogja hozni a városnak a hasznot. Székesfehérvár a szakrális, kulturális, sport és történelmi értékek iránt érdeklődőknek is izgalmas úti cél. A székesfehérvári kínálat turisztikai szempontból valóban nagyon összetett. Nyilván vannak prioritások. A fő üzenetünk továbbra is az, hogy ez az egykori koronázóváros, a középkori királyi székhely. A legfontosabb letéteményese ennek a nemzeti emlékhely, de ezen kívül valóban szoktuk mondani, hogy Székesfehérvár a művészetek városa is, egy kulturális központ, szoktuk mondani, hogy Székesfehérvár sportváros, és ugye azt is szoktuk mondani, hogy Székesfehérvár egy olyan remek üzleti központ, ahol gyakorlatilag mindenféle üzleti turizmushoz tartozó szegmensnek szinte legjobb helye van. Nagyon könnyű elérni Székesfehérvárt a fővárostól is, és olyan rendezvényhelyszínekkel rendelkezünk, amelyek alkalmasak kisebb meetingek, üzleti találkozók, kisebb konferenciák, de nagyobb üzleti típusú rendezvények megszervezésére is. Szinte nem volt olyan év, hogy valami újdonság ne látott volna napvilágot. Tavaly évben a sóstó természetvédelmi területtel tudtunk elkezdeni dolgozni, de előző években is akár kulturális intézmények létrejöttére, a Fehérvári Balettszínházra gondolunk, vagy Koronás Parkra, a
belváros felújítására, gorzium átadására, szinte minden évben gyarapodott ez a kínálat. Idén ilyen jellegű nagy fejlesztés még nem látott napvilágot, bár ugye folyamatosan készül mindenki a jövőre is. Az Egyházmegye nagy projektje is folyamatban van, aminek végén az Egyházmegyei Múzeum is megújul, illetve látogatóközponttal bővülnek majd, és hát további fejlesztések zajlanak a városban. Tavasszal indulnak a nagy rendezvények, a Florália már áprilisban nyitja a sort, sok ezres látogatóval az évek során megszokhattuk. Aztán a Sportmajális, a Kortárs Művészeti Fesztivál, a Hetet-Hét Játékfesztivál, a Pünkösdi Virágálom, ez mind-mind a tavaszi ébredés és a tavaszi kulturális pezsdüléshez tartozik. A nyár folyamán több sportesemény is várható, a Gyulai Memoriál, Atlétikai Magyar Nagydíj, a Fehérvár Rally, ezen kívül pedig inkább a zenéje a főszerep, a Harmonia Benzis templomi koncertjeitől kezdve a Jazz Fesztiválon át a Fezen fesztiválig, és aztán természetesen a koronát a nyári programokra az augusztusi programsorozat a Székesfehérvári Királyi Napok teszi fel. Az ősz ezek után az aktív programoké, lecsófőző vigasságon kívül lesz itt Burgundy repülőnap, a Hőlégballon karnevál is érint bennünket, Sárkányhajó fesztivál, ezek után a télen pedig a Mesés-Fehérvári Advent zárja a programok sorát, úgyhogy a kulturális kínálat, a rendezvény kínálat az eddigi éveknek megfelelően alakul. A fehérvári vendégészaka számok az elmúlt 10 évben nagyon dinamikusan és jelentősen növekedtek. Az elmúlt évben ez a növekedés helyett inkább egy szinten tartásról beszélünk. Nagyjából az előző éveknek megfelelően alakult a vendégészaka szám és a látogató szám is. De hát ugye a megelőző években akkora volt a növekedés, hogy azt kell mondjam, hogy a szállás kapacitás kihasználtság így is az országos átlag fölött volt nálunk, és bizony vannak olyan időszakok, amikor szűkösnek is mutatkozik ez a kapacitás, úgyhogy nyilván a növekedésnek vannak korlátai is, de mutatkozik érdeklődés egyébként szállásfejlesztés iránt Fehérváron is, ez azért visszaigazolja azt, hogy bizony a kereslet is jelentős. Székesfehérvártól nem messze Pákozdon van az egyik legjobban fejlődő nemzeti emlékhely, a Kemp, akik immár több mint egy évtizede hűen őrzik a katonai hagyományokat. Egész évben színes programokon keresztül ismertetik meg a magyar honvédelem értékeit a legkisebbektől a legidősebbekig. Mi minden évben március első hétvégén nyitunk meg, az idén ez 7-én szombatra esik. 7-én 10 órakor pedig arról tudunk beszámolni, hogy a tizedik évfolyamunk, ami 2019-ben volt, az eddigi legsikeresebb évünk volt. Több mint 30 ezer látogatónk volt, akik fizető vendégek voltak, és közel 70 ezeren jártak a parkban. És hát tudunk most már 10 éves statisztikát is mondani, és tudjuk azt, hogy közel 500 000 ember biztos megfordult az emlékparkban, és kapott ízelítőt a Magyar Honvédség 170 éves történetéről, és hát a ma katonáinak a tevékenységéről. Mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos ez, hiszen az idén most már 15. éve lesz, hogy nincs sorkatonaság, és ebből következően a ma fiataljai nem nagyon tudnak találkozni az aktív tanulmányi időszakukban máshol azzal, hogy mi is történt, és minek kell megfelelnie, hogyha ő a tanulmányai során is elsajátított hazavédelme mindannyiunk kötelessége eszmét vallja magának. A Honvédség és Társadalom Baráti Kör, amelyik ennek az egész létesítménynek a társtulajdonosa, szervezi az éves programokat. Ennek megfelelően a fő célunk az, hogy a magyar ifjúság és a hozzánk ellátogató
ifjúság kaphasson egy olyan töltetet, amely lehetőséget ad arra, hogy önállóan kezdjen érdeklődni egyszer a történelem eseménye iránt, másodszor ténylegesen a haza a történelme iránt. Ha végignézzük a 170 éves történetünket, a Magyarország sorsfordító eseményei mindenkor összekapcsolódtak a hadak történetével is. Így volt ez múltban, és így lenne a jövőben is. 75 éve béke van, arra törekszünk, hogy ez a 75 évről emlékezzünk, meg a 75 évvel ezelőtti eseményekről. Mint emlékezetes, 2 évvel ezelőtt az első világháború volt a fókuszban, az idei évben a második világháború. Azt szeretnénk, hogy elsősorban a Fejér megyeiek kapjanak egy olyan kiállítást, amely bemutatja azt, hogy mi is történt itt 75 évvel ezelőtt. Május 9-én az emlékhelyek napján, ez egy országos rendezvény, kiemelt helyszíne lesz a Pákozdi Katonai Emlékpark, benne megelevenedik a II. Világháború, illetve bemutatjuk a mahadseregét, amely a béke érdekében tevékenykedik. Május hónap eleve nagyon gazdag lesz hadi eseményekben, ekkor van a honvédelem napja, ekkor van a békefenntartók napja, és az utolsó vasárnapon pedig a hősök napja. Június 4-én a Honvédség és Társadalombaráti Kör és a Katonai Emlékpark összefogásával, nagyon sok szponzor támogatásával valósítjuk meg a 8. Kárpát-medencei gyermekrajz pályázatunknak a díjkiosztását Székesfehérváron, amit a Nemzeti Összetartozási Egyébe tervezünk ismételten megszervezni. Május végén részt veszünk a múzeumok éjszakáján, és május utolsó szombatján pedig Szent László ünnepén emlékezünk és koszorúzzuk Szent László szobrát. A tervek szerint a nyári eseményekben tartozik az, hogy ismételten megszervezzük az Emlékparki Nyár című programsorozatunkat, majd szeptemberben a 11. Honvéd Fesztivált. Az utazás kiállítás 4 napon át várta az érdeklődőket és kiállítókat. A vendégek számos országhatáron belüli és azon túli programmal ismerkedhettek meg az expón.